A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Polgármesteri nyomás gyakorlás az igazságszolgáltatása címmel hívott össze a sajtótájékoztatót a Magyar Demokrata Néppárt városi szervezete. Az ott elhangzottakra nem sokkal később szintén sajtótájékoztató keretében reagált Pécs polgármestere, majd a Baranya megyei bíróság elnöke is. Tájékoztatón az MDNP helyi vezetői bemutattak egy levelet, melyet Toller László polgármester írt a városi ügyészség vezetőjének. Egy pécsi cégvezető ittas vezetési ügyében polgármester úr közben járt egy hivatalos levéllel. Ez lehet, hogy bevett szokás cégvezetőknél, úgy gondolom a politika viszont semmilyen módon nem gyakorolhat nyomást, még ilyen formában sem az igazságszolgáltatásra. A sajtótájékoztatón Staubernő azt is elmondta, hogy vélhetően a levél hatására elvették az ügyet attól a bírótól, akinek eredetileg kiszignálták. Az ominózus levélben a polgármester arra kérte a vezető ügyészt, hogy a büntetési forma megválasztásánál a törvényesség természetszerű betartása mellett vegye figyelembe a privatizációs tárgyalásokat folytató önkormányzati cég érdekeit. A polgármester a válaszul tartott sajtótájékoztatón egy másik levelet is felolvasott, amelyet az érintett cégbe a Fidesz által delegált igazgatótanácsi tag írt neki. Ebben arra kérte Toller Lászlót, hogy egy az ügyészséghez írott levelével próbálja kedvezően befolyásolni az eljárás menetét. Staubernő, a Fidesz vakúthengere azt az állítást tette közzé a sajtóban, hogy jogszerűtlenül polgármesterhez méltatlan módon jártam el egy olyan ügyben, ami az életben sajnos szokványos, és tetejében a hatáskörömbe tartozik. Én azt hiszem, hogy mivel a Fidesz mindig azt hangsúlyozta ebben a városban, hogy gesztusokat gyakoroljunk irányukba, ennél nagyobb gesztus nem volt, mint hogy személyes felelősséggel és a tulajdonos képviseletében megkerestem a városi ügyészséget. A maki pattant ügyről a Fidesz Magyar Polgári Párt, hogyha erre sor kell keríteni, akkor ki fogja alakítani a véleményét. De nem hiszem, hogy ezt egy délután meg lehetett volna tenni, hiszen nem állnak rendelkezésre azok az iratok, amik egyébként a sajtótájékoztatót adó Magyar Demokrata Néppártnak rendelkezésre jött, és ami a polgármesternek rendelkezésre állt. És hát számomra eléggé döbbenetes az, hogy városunk polgármestere két ilyen egymástól ennyire eltérő betűszót, mint MDNP és Fidesz ennyire össze tud mosni. Véleményem szerint ez a játék arra megy ki, hogy minden olyan ügybe, amiben nincs is benne a Fidesz, belekeverni a Fideszt, és lehetőség szerint negatívan belekeverni a Fideszt. Az ügyben kora délután a Baranya megyei bíróság elnöke is sajtótájékoztatót tartott, aki visszautasította az MDNP-nek azt a vádját, hogy a levél hatására más bíróhoz került volna az ügy. Azt a vádat, amit a képviselő úr megfogalmazott, azt én a sajtó nyilvánosságán keresztül szeretném visszautasítani. Ez egy alaptalan, a reális tényeket nélkülöző, feltehetőleg feltételezéseken alapuló, rosszindulatú vélemény. Dr. Virt Béla a sajtótájékoztatón azt is hangsúlyozta, hogy a polgármester levele a bíróság döntését nem befolyásolta. Holnap jár le a 13-as számú választókerületben kiírt időközi választásokra való jelöltállítás határideje. A választással kapcsolatos praktikus tudnivalókról kérdeztük dr. Papp Juditot, Pécs megyei jogú városjegyzőjét. Ez idáig 4 hivatalos jelöltje van az időközi választásnak. Azok a szervezetek, csoportok vagy egyének, akik indulni kívánnak, a 13. választókerület önkormányzati képviselője státuszért szeptember 8-án 16 óráig adhatják le a jelöléshez szükséges 46 darab ajánlószelvényt a városházán. A leglényegesebb, hogy a 13-as választókerületben lesz egyedül választás, hisz itt mondott le a képviselő. Október 1-én reggel 6 órától este 7 óráig jelenhetnek meg a szavazókörökben. Egyébként erről értesítést kaptak írásban a választópolgárok, egy kisebb tájékoztató jellegű levélkével együtt. Pontosan feltüntettük ezen, hogy mik a teendők. A szavazás az országgyűlési választásokkal megegyező módon bonyolítódik le, ám lényeges különbség, hogy itt nincs százalékban megállapított lakossági részvételi limit az érvényességnél, és a jelölt akár egyetlen szavazat előnnyel nyerhet. Így tehát, amennyiben mindössze egyetlen polgár vesz részt a szavazásban, a választás tökéletesen érvényes.
16 ország részvételével megkezdődött városunkban a Magyar Urológusok Társaságának 11. nemzetközi kongresszusa. A háromnapos tanácskozás keretében kerül sor az 5 évvel ezelőtt Pécsett alapított urológiai szakdolgozók tudományos ülésére is. A pécsi urológiai klinika jelentős tudományos múlttal rendelkezik, hiszen az elmúlt 3 évtizedben számtalan szakmai ülés szervezett. A Magyar Urológus Társaság legjelentősebb rendezvénye a Nemzeti Kongresszus, melynek ezúttal a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulája adott otthont. Utoljára Pécset 1983-ban tudtunk nemzeti kongresszust rendezni, és most ennek különös jelentőséget tulajdonítunk, illetve az esemény fényét jelentősen emeli a Mille Centenárium eseménye is. 1996-ban Pécsen klinikánk tudományos rendezvényében került megalapításra az urológiai szakdolgozók szekciója, mely az urológiai tudományos ülésekkel szinkron, mint egy altestület is rendszeresen tudományos továbbképzéseket rendez. A Magyarországon tartott kongresszusok közül a pécsire érkeztek a legtöbben, hiszen már a nyitónapon 675 résztvevő regisztráltatta magát. Van 4 külföldi meghívott előadónk, akik az urológia abszolút speciális területeiről fognak előadni, nevezetesen a laparoszkópia szerepéről a radikális daganatsebészetben, vagy például a transzszexuális sebészetről, ami Magyarországon még meglehetősen gyerekcipőben van. A tudományos tanácskozásokon túl a Magyar Urológusok Társaságának hagyományos tisztújító közgyűlésére is az idei évben kerül sor. Megválasztásra kerül a társaság új elnöke és természetesen főtitkára és új vezetése. Ez egyben azt is jelenti, hogy az elnök úrral mi ezennel lemondunk tisztünkről, és hát mögénk, illetve utánunk egy új páros és egy új vezetés fog a társaság élére kerülni. A kongresszuson, ami ránk úgy érzem jellemző, újítani szoktunk, újítani szeretünk természetesen a haladó hagyományok megőrzése mellett. A tudományos alternatívák megvitatását, valamint a továbbképző jelleg megőrzését, azt jelenleg is szem előtt tartjuk, és továbbképzésünkön felkért, nemzetközileg elismert előadók fognak szerepelni. Bár Pécsett ma már alig több mint 200 SZFOR katona szolgál, meg mindig szoros az együttműködés a pécsi határőrigazgatóság és az SZFOR között. A napi munkakapcsolat mellett gyakran kerül sor hivatalos látogatásokra is. Tegnap magasrangú finn küldöttség érkezett megyénkbe. A delegáció a Magyar Határőrség és a Dráva-Szabolcsi határátkelő munkájával ismerkedett. Napi 2-3 konvoj lépi át a Dráva-Szabolcsi határátkelőt, hogy a Boszniában állomásozó SZFOR alakulatok számára utánpótlást vigyenek. A pécsi határőrigazgatóság szakemberei ügyelnek arra, hogy gyors és biztonságos átkelést biztosíthassanak a finn SZFOR konvojoknak. Számunkra nem okoz fennakadást az SZFOR forgalomnak a lebonyolítása, mert személyileg és technikailag a feltételei megvannak. Még SZFOR-os katona koromban is azt tapasztaltam, hogy az itteni határforgalom nagyon jó, nincs fennakadás. Most köszönetünket szeretnénk kifejezni az itteni kollégáknak. A megbeszélésen a konvojok átléptetésének technikai kérdései mellett a finn vendégek elsősorban a jelenlegi benzinárakra, valamint a magyar és a horvát árak közötti különbségekre voltak kíváncsiak. Az óvodákban és iskolákban már több mint egy hete megkezdődött az oktatás. Új tanév, új kihívások, amire nem csak a diákoknak és pedagógusoknak, de az intézmény vezetőknek is fel kell készülniük. A pécsi óvodák vezetői és iskolaigazgatói részvételével ma tartották a hagyományos évelei értekezletet a Szivárvány gyermekházban. Tanévnyitó értekezletet több szinten tartanak, országosat, megyeit, városit, tantestületit. Ez ma a városi tanévnyitó értekezlet, aminek az a célja, hogy tulajdonképpen kettős és két szintű. Az egyik az, hogy szóljunk és értékeljünk az előző tanévet, a másik pedig az, hogy beszéljünk az előttünk álló legfontosabb és legaktuálisabb feladatokról. A tanévnyitó értekezlet plenáris ülésén Torler László polgármester városunk közoktatását stabilnak és szakmailag erősnek nevezte. Elmondta, hogy az elkövetkezőkben nem várhatóak az elmúlt tanévekhez hasonló változások a közoktatás területén. Az intézményvezetők tanácskozásán megtudhattuk azt is, hogy a pedagógusok számára idén a legnagyobb kihívást a kerettantervek elkészítése jelenti, amely előírja a kötelező tananyagot, de lehetőséget ad arra, hogy az iskolák figyelembe vegyék saját profiljukat is.
A kerettantervek elkészítése egy óriási feladatot jelent. Ugye az első elemiben a 9. osztályban ez vonatkozik, most mi ránk indulnak a kerettantervek, és hát a 9. osztályos kerettanterveket, illetve hát hosszú távra a 9-10. Osztályok kerettanterveit el kell készíteni, illetve ezeknek a szakképzési vonzatait is. Erre egy év áll, szűk egy év áll rendelkezésre, ami elég kis idő. A 2000-2001-es tanévben a legtöbb változás az óvodákat érinti. 2000 júliusától megtörténtek az óvodák összevonásai, 13 óvoda lett Pécs városában. Tulajdonképpen ezek az összevonások úgy gondolom, hogy zökkenőmentesen történtek, az előkészületek folyamatban vannak, a tagintézmények vezetőinek a konkrét feladatot az intézményegység vezetői kiadták, és a későbbiekben kerül sor majd az SMS módosításra, a kollektív szerződés módosítására és a helyi nevelési programnak az újra átgondolására, illetve egységesítésére. Mint arról korábban már beszámoltunk, az Oktatási Minisztérium által indított Arany János programnak megyénkben a Lővei Gimnázium adott hont. A programról ma tartottak tájékoztatót az érintett tanárok számára a minisztérium munkatársai. A 33 gyermekkel induló osztály 5 éves képzést biztosít az 5000 fő alatti kistelepülésekről érkező tanulók számára. A program célja a hátrányos helyzetű gyerekek tehetséggondozása és felkészítése a felsőoktatási intézményekbe. A speciális képzés ideje alatt a diákok kommunikációt, ön- és személyiségismereti tárgyakat is tanulnak. Iskolák és környezeti neveléssel foglalkozó intézmények pályázatát várják a környezetvédelmi alap keretére. A város pedig annak érdekében nyújt be pályázatot, hogy egy speciális műszer segítségével mérhetővé váljon városunk kén-dioxid szennyezése. Ezekről a témákról tegnapi ülésén tárgyalt a Város és Környezetfejlesztési Bizottság. A tervek szerint a város többek között a Pécsi Erőmű RT-vel és a Baranya-megyei ANTS-szel együttműködve ad be pályázatot a központi finanszírozású környezetvédelmi alap célelőirányzatához. Egy olyan műszert szeretnének vásárolni, amely lehetővé teszi a levegő kén-dioxid tartalmának pontos mérését. Alapadatokat szolgáltatna arra, hogy a smogriadó elrendelése szükségessé válik, vagy nem, illetve nyilván egy ilyen smogriadó elrendelés jelentős költségekkel jár város szempontjából, tehát nagyon fontos tudnunk a meteorológiai előrejelzés milyen adatokat közvetít felénk. A város 1996-ban a befolyó környezetvédelmi bírságokból alapot hozott létre, amelynek 10%-át környezetvédelmi pályázatokra fordítják. A pályázati kiírásról is tárgyalt a Város és Környezetfejlesztési Bizottság szeptember 6-ai ülésén. Különösképpen iskolák, óvodák és egyéb társadalmi szervezetek figyelmét szeretném felhívni arra, hogy tekintsék át ezt a kiírást, hiszen azok a szervezetek, akik a környezeti nevelésre nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni, és erre van akár már kidolgozott programjuk is, akkor ehhez mindenképpen pályázati támogatást sem érhetnek az önkormányzattól, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos hír lehet számukra. Híradónk végén figyelmükbe ajánlom, hogy híróránk további részében folytatjuk sorozatunkat, melyben bemutatjuk az idei városi kitüntetetteket. Vendégünk lesz dr. Farkas Károly Pécs egykori jegyzője, aki Városháza emlékérmet kapott. A kulturális híradóban a tudományos díjas Móró Mária Annával beszélgetünk. Mérleg című gazdasági műsorunkban beszámolunk arról, hogy francia küldöttség járt a kamarában, sportműsorunkban pedig a mozgáskorlátozottak Szopiáne kupájáról láthatnak összefoglalót. A város legfontosabb híreinek, eseményeinek összefoglalóját a Pécs TV híradóját látták. Rövidesen lapelőzetessel és időjárás jelentéssel folytatjuk. Maradjanak velünk! Pénteken a Dunántúli naplóban. A késleltetett OEP finanszírozás miatt halmozódik a kórházak adóssága. Ha a szeptember 26-ai megyei közgyűlés másképp nem dönt, egyelőre nem neveznek ki önkormányzati biztost a Baranya megyei kórház és gyermekkórház élére. Az adósságállomány ugyanis még egyik intézménynél sem érte el azt a szintet, ami fölött törvényileg kötelező lenne megtennie ezt a lépést a tulajdonosoknak.
Éhező falu, fogyó remények, elkeseredettség. Az augusztusban önmagát feloszlató gilvánfai önkormányzat több mint 30 millió forint adósságot halmozott fel. Egy magyar mecskei tanácskozáson többek között a minisztériumok és a megyei önkormányzat képviselői vitatták meg, hogyan tudnának segíteni a falunak. Mint azt a Dunántúli Napló megtudta, azóta a polgármester aláírta a csőd iránti kérelmet, s kijelölték a csődbiztost is. Hogyan lesz arany a szemétből? Miután akár még évekig is eltarthat a bétaaknára tervezett ólomkóhó engedélyeztetése körüli hercehurca, így továbbra is az osztrák, illetve szlovén üzemekben végzik el a kiszolgált akkumulátorok feldolgozását, s persze teszik zsebre a hasznot. A gyűjtéssel foglalkozó cégek szerint egyre többen adják le használt akkuikat, s így egyre több halmozódik fel a telepeken elszállításra várva. Ennek dátuma azonban az ólom világpiaci árának alakulásától is függ. Részletek a pénteki Dunántúli Naplóban. A Kárpát-medencébe északnyugat felől különböző nedvességtartalmú hűvösebb léghullámok érkeznek. Éjszaka borult égbolt lesz, kisebb esők is előfordulhatnak. Élénk marad az északnyugati szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9-11 fokig hűl le. Holnap északnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és több órás napsütés várható. Megélénkül az északi szél, elszórtan egy-egy kisebb zápor is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15-18 fok körül alakul.